külföldi választási befolyásolásokat bemutató minisorozatunkban az előző két részben megnéztük Lengyelországot, Romániát, Moldovát és Montenegrót, ma pedig megyünk tovább Közép- és Dél-Kelet-Európában. A főcím alatt pont fel is tudsz iratkozni a csatornára, ha esetleg még nem tetted volna. Észak-Macedónia. Észak-Macedónia bár kifejezetten kicsi, valamiért mégis komoly figyelem irányul ide nyugatról, és Soros György extra szinten aktív ebben a balkáni országban. Mi is hosszabban foglalkozunk ma vele, mert egyfajta ilyen állatorvosi lóként nagyon jól bemutatja, hogyan képesek ma már különböző politikai felhatalmazás nélküli külföldi érdekcsoportok egy kisebb államot gyakorlatilag teljesen megszállni és megbénítani. Amúgy tök szép ország, az Ohridito, az egy igazi gyöngyszem. Észak-Macedóniában, amit akkor még simán csak Macedóniának hívtak, a 2014-es parlamenti választások nyomán tartóssá vált a belpolitikai bizonytalanság. Akkor a hatalomban lévő jobb-közép pártszövetség kapott többséget, amiben a baloldali ellenzék nem akar belenyugodni, ezért 2015 óta egymást követték a jó részt külföldről szervezett, a kormány távozását sürgető tüntetések. Segítsek kitalálni, hogy ezeket kifinanszírozta, vagy most már egyedül is sikerül rájönni. Az akkori miniszterelnök Nikola Gruevski azzal vádolta Zorán Zaev akkori ellenzéki vezetőt, hogy külföldi titkos szolgálatok által rögzített hangfelvételek nyilvánosságra hozásával zsarolta meg őt. Ilyen amúgy nálunk is van, csak itt az ellenzékiek jobb hiány egymást buktatják meg. Az ország természetesen káoszba süllyedt, és a 2016. decemberében megtartott előrehozott választások nem hoztak javulást, mivel patthelyzet alakult ki a törvényhozásban. Egyik parlamenti alakulat sem tudott önállóan kormányt alakítani. Fontos info, hogy korábban 2012-ben egy megállapodás született arról, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a USAID által vezetett civil társadalom projekt forrásainak fő elosztója Macedóniában Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa lesz. Magyarul a nyílt társadalom dönti el, hogy ki kapja a támogatást. Érted? Értitek? A háttér, hogy Macedónia egy államközi együttműködési szerződés szerint 2008 óta részesült ezekből az Egyesült Államok által biztosított fejlesztési forrásokból, amit 2012-ig többé-kevésbé ideológiamentesen a USAID osztott el. 2012-ben azonban Sorosék kilobbizták, hogy közvetítői szerepbe kerüljenek, ezáltal közvetlenül fértek hozzá az amerikai adófizetők pénzéhez. A USAID Skopjei központja 2012-ben 2,5 millió dollárt ítélt meg a helyi Soros hálózatnak, ez a támogatási össze 2014-en 4,8 millió dollárra nőtt, 2016-ban pedig egy 5 évre szóló 9,5 millió dolláros keretet nyitottak meg a Soroshoz közel álló macedóniai szervezetek támogatására. A civil társadalom projekt deklarált célja az volt, hogy felkészítsék a macedón polgárokat arra, hogy elszámoltassák a kormányzatot. A valóságban azonban a polgárháború szélére sodorták az országot. Azt kérdezed, hogy az USA megint megkavarta-e a szart Európában? Igen, pontosan ez történt. A megmozdulások szellemi hátterét szintén az Open Society biztosította. Ők finanszírozták 2014-ben Saul Alinsky néhai amerikai anarchista Rules for Radicals, azaz a radikálisok 12 szabálya című könyvének macedón nyelvre történő lefordítását és terjesztését. Ugye ez a kötet a felforgatás kézikönyve, egy útmutató az anarchista utcai harcosoknak, hogy hogyan lehet hatékonyan zavart kelteni, megbénítani az állam működését és konzerválni a káoszt. A macedón soros aktivisták ennek szellemében indították meg a rohamaikat, hogy megdöntsék a jobboldali kormányt. Nálunk is próbálkoztak hasonló technikákkal, de hogy is mondjam, itt nincs meg hozzá a megfelelő emberanyag. Mission impossible, és... Jaj! Továbbá Soros az igazságszolgáltatást is teljes befolyása alá akarja hajtani. Romániához hasonlóan Macedóniában is felállítottak egy különleges ügyészséget, amely szinte kizárólag a jobboldalhoz köthető személyeket, köztük képviselőket marasztal el, miközben az ország ügyészségének csaknem egésze az amerikai nagykövet Jess Bailey befolyása alatt áll. Erre mondják, hogy nettó gyarmatosítás, és fogadni mernék, hogy a baloldal hogy sem veszít sajtópereket. Az amerikai nagykövet egyébként a migránsválság kezdete után 3 alkalommal is bekérette még az akkori miniszterelnököt, Gruevskit, hogy lebeszélje őt a kerítésépítésről, és rávegye arra, hogy engedje be a migránsokat Macedóniába. Vágjátok, az amerikai nagykövet kéreti be
a miniszterelnököt. Nettó gyarmatosítás 2. De ha már média, legyek közhelyes? Mondjam, hogy Soros a macedón médiát is megszállta? A jól ismert hangzatos jelmondatok, mint a sajtószabadság kiszélesítése, a független újságírás támogatása és a média megreformálása mögé bújva, Soros a saját céljainak akarja alárendelni a macedón médiát, beleértve a televíziós társaságokat, a print és az online lapokat is. Soros György a terepmunkát megint csak ugyanazok a civil szervezetek végzik, amelyek az utcai megmozdulásokat is vezénylik. A Nyílt Társadalom macedóniai szervezete és a USAID által közösen finanszírozott médiafejlesztési központ rendszeresen készít jelentéseket a macedón média szabadságáról. Ezekhez az általuk kiválasztott újságírókkal készített anonim interjúkat és gyakran szubjektív kritériumokat vesznek alapul. Magyarul jobboldali kormány alatt nincs, baloldali alatt virágzik a sajtószabadság. A média pedig akkor független, ha 90%-ban balos. Soros média szervezetei azt sugallják, hogy a macedón sajtó nem szabad, mindezt úgy nyomatékosítják, hogy értékeléseikben nagyjából nyugat-afrikai banánköztársaságokkal hozzák egy szintre a macedón sajtószabadság mértékét, pont úgy, mint nálunk a demokrácia. Ennek a tevékenységnek azonban komoly célja van. Ezek a jelentések igazolják azt, hogy még több pénzt pumpáljanak a média felszabadításán fáradozó soros szervezetekbe. A USAID által finanszírozott helyi soros szervezet kreál egy jelentéseket kiadó független szervezetet, amely megállapítja, hogy szörnyű állapotban van az adott ország sajtója. Ezzel legitimálja azt, hogy Soros még több pénzt toljon a szóban forgó szervezetekbe. Szépen lehivatkozzák egymást, a körbezárul. De akár azt is mondhatnám. Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget? A Soros párti USAID pénzekkel kitömött újságírók 2015-től kezdve egyre durvuló hangnemben fenyegettek jobboldali politikusokat és sajtóorgánumokat. Nem egyszer a tetlegességtől sem riadtak vissza, előfordult, hogy az SZDSZM gyűlésén konzervatív tévéstábokat támadtak meg. Ismerős? Á, de hogy ez biztos, hogy csak véletlen. Tűnik, hogy a kollégámat, Móna Márkot a tüntetők nem hagyták a tudósítását végigmondani. A feszültségkeltésből a baloldali politikusok is kiveszik a részüket. Egy alkalommal például Zorán Zaev miniszterelnök, aki azóta már egyébként szintén nincs hivatalban, nyíltan kifejtette, hogy mely televíziós csatornákat és újságokat tart ellenségesnek. Hát komolyan mondom, ezek mintha egy tojásból kelnének ki. A Soros által finanszírozott újságírók kettős mércét alkalmazva szemet hújnak az ilyen verbális és erőszakos atrocitások felett, azt sugallva, hogy ezek helyén valók. A Soros pénzelte NGO-k a média intézményi felépítését is megpróbálják a maguk képére formálni. A 2016-os választást megelőzően a macedóniai szocialisták azt követelték, hogy a médiahatóság feletti kontrollt utalják a Soros-féle szervezetek hatáskörébe, beleértve azt a jogot is, hogy bezáradhassanak olyan médiumokat, amelyeket kiegyensúlyozatlannak ítélnek. Attól sokkal függetlenebb lesz a média, hogy Sorosék ott lóbálják fölöttük a Damoklész kardját, ugye? Na, erre szerencsére nem került sor, ám kompromisszumos megoldásként elrendelték egy öttagú politikai kinevezettekből álló testület felállítását, amely szankcionálhatta a televíziós társaságokat. Az öttagból van, aki Soros szervezetben tevékenykedik, kettőt a szocialisták jelöltek, még a harmadikat az albán kisebbség pártjai. Na, ez a testület tucatnyi alkalommal szavazott meg büntetést konzervatív csatornáknak, arra hivatkozva, hogy nem megfelelő hangnemet használtak, vagy éppen túlságosan tolakodó kérdést tettek fel az SZDSM képviselőinek. Nálunk ilyen szervezetre csak azért nincs szükség, mert a bírók önszántukból is Sorosék mellett vannak. A 2015-ös Soros pénzelt NGO-k által szervezett tüntetéseken a résztvevők köztük az SZDSM vezető politikusai és számos fiatal Soros Army feliratú pólóban jelentek meg. A rendbontásaik során számos kormányzati épületet súlyosan megrongáltak, súlyos anyagi kárt okozva ezzel a közvagyonban. Megromozták és felgyújtották az elnöki hivatalt, míg az igazságügyi minisztérium épületében jelentős károkat okoztak és festékkel öntötték le az. Ez olyan ismerős. Miután egy politikai aktivistákból álló csoport, mivel elégedetlenek voltak az intézmény működésével, összekente az épületet és annak kerítését. Ott van a sornak a végén Soros György is. Az úgynevezett színes forradalom vezetője Pavle Bogojevski LMBTQ aktivista, az SZDSZM parlamenti képviselője volt. Saját bevallása szerint azért mentek utcára, hogy megdöntsék az ügyvezető konzervatív kormányt és kinyissák a határokat a migránsok előtt. Csehország. Sorosnak Csehországban is kiterjedt civil hálózata van, amelyet aktívan használ a helyi politika befolyásolására. Csak 2018-ban több mint 20 szervezet kapott tőle pénzügyi támogatást, köztük egy oknyomozó portál is. A tőzsde spekuláns még 2015-ben alapított egy European Values nevű think tanket, amelynek képviselői 2016 óta aktívan részt vesznek a cseh belpolitika alakításában. 2019-ben az akkori miniszterelnök Andrej Babic elleni tüntetések kapcsán is felmerült Soros György neve, hiszen olyan civil szervezetek által
álltak az élére, amelyek rendszeresen részesültek a támogatásaiból. Péter Zantowski, a prágai Közgazdaságtudományi Egyetem professzora korábban arról beszélt, hogy Soros olyan médiumokon keresztül gyakorolt befolyást a cseh közvéleményre, mint a neovilni.cz vagy a hidaszcipers.cz, akik az orosz befolyás csökkentésének álcája alatt tisztán politikai propaganda tevékenységet végeznek. Alapítványa az Open Society Foundations pedig rendszeres támogatója a választásokon végül elbukó Babist célkeresztjében tartó investigace.cz nevű oknyomozó portál. A tavaly hatalomra került liberális szivárvány koalíció politikusai között Soros támogatói is megtalálhatóak. Szlovákia. Szintén Péter Zantowski szerint a filantróp milliárdos csehországi szervezetein keresztül Szlovákiában is próbál politikai befolyást szerezni. A cseh egyetemi professzor egy nyilatkozatában úgy vélte, hogy a 2017-es szlovákiai kormányválságban Soros érintettsége is egyértelműen megfigyelhető volt. Már csak azért is, mert Robert Fico nyilvánosságra hozta, hogy Kiska korábbi köztársasági elnök és Soros titkos személyes találkozókon beszéltek egymással. 2019-ben végül Fico azután kényszerült távozásra a kormányfői székből, hogy szerinte Soros által is finanszírozott tüntetések ki az országban Ján Kuciák újságíró meggyilkolása kapcsán. Mint ismert, a 2019-es elnökválasztás és Kiska pártfogoltja Zuzanna Csaputova, valamint a szuverenista Maros Sefcovic között zajlott. Csaputova győzelme után egy Guardian cikkből derült ki, hogy Csaputova korábban maga is Soros ösztöndíjas volt, ráadásul az eredmény után emélyesen mondott köszönetet Sorosnak, amiért a szervezetén keresztül érkező pénzek segítségével annyi jó és értékes dolgot lehetett véghez vinni Szlovákiában. Soros azóta is növelte a befolyását az országban. Tavaly például a Media Development Investment Fundon keresztül az SML szlovák portálban vásárolt részesedést. Szlovénia. A Nyílt Társadalom Intézet Szlovénia nevű szervezet 1992 óta folytat aktív tevékenységet délnyugati szomszédainknál. 2018-ban azonban Janez Jansza személyében egy úgymond Soros kritikus miniszterelnök került hatalomra, akit a baloldalnak csak 2022-ben sikerült leváltania. Robert Golob vezetésével az újonnan alkotott balliberális szabadságmozgalom nyerte a parlamenti választásokat. A Nova 24 TV szlovén lap szerint a szabadságmozgalom és Soros között fellelhető némi kapcsolat. A párt egyik alelnöke Urszka Klakocsár Zupa Páncsics például politikai tevékenységét megelőzően Ljubljanában dolgozó bíróként, és egy interjúban egyáltalán nem tagadta, hogy a Nyílt Társadalom Intézeten keresztül egy évig külföldön dolgozhatott. Hasonló háttérre rendelkezik Golob kormányának külügyminisztere Tanja Fajon, aki szerepel az úgynevezett Soros listán, amely a tőzsdespekuláns Európai Parlamentben dolgozó szövetségeseit sorolta fel. A portál ezek mellett azt is megemlítette, hogy az amerikai tőzsdespekuláns a választási kampány aktív szereplője volt a Nép Hangja Glas Ljudstva nevű kormányellenes civil szervezetek tömörítő NGO-n keresztül. Ráadásul Sorosék az alapítvány Nyílt Társadalom Építése a Nyugat-Balkánon című jelentése szerint Szlovéniában mintegy 100 újságírót támogatnak, hogy azok külföldi média szervezeteket látogathassanak meg, külföldi projekteket realizáljanak, valamint konferenciákon és szemináriumokon vegyenek részt. Ukrajna. Végül ne feledkezzünk meg legalábbis néhány gondolat erejéig észak-keleti szomszédainkról, Kelet-Európa minta demokráciájáról, akik sokkal érettebbek az EU tagságra, mint Magyarország. 1990-ben a Nemzetközi Újjászületési Alapítvány keretein belül jelent meg először Soros György Ukrajnában. 1990 és 2020 között aztán 310 millió dollárt költött arra, hogy Ukrajnában is előmozdítsa a nyílt társadalom eszmét. A Leonid Kucsma által vezetett kormányra helyeztek először jelentős nyomást, majd a 2004-es választási kampányban az alapítvány pénzügyileg támogatta Viktor Juscsenko ellenzéki jelöltet Viktor Janukovicssal szemben. Amikor Janukovics megnyerte a második fordulót, kitört az úgynevezett narancsos forradalom, és a megismételt választáson már Juscsenko nyert. Legközelebb a 2013-14-es majdani forradalommal játszott jelentős szerepet az alapítvány. Saját honlapjukon is büszkén hirdetik, hogy aktívan támogatták az Euromajdan kezdeményezést. Emellett pénzügyileg is segítették a Hromadske TV létrejöttét, ami szintén jelentős szerepet vállalt a kormány ellenes tüntetések támogatásában. Hogy Sorosék a jelenlegi elnök mögött is megtalálhatóak, azt az is bizonyítja, hogy Alexander Soros májusban Davosban találkozott Szerhij Leschenkoval, Zelenszkij tanácsadóval, ahol a háború megnyerésének módja volt a téma. Hú, hát azt hiszem, hogy ezzel végigjártuk Kelet-Európát. Lehet, hogy kicsit fárasztó volt. Pihenjünk egy kicsit, jövő héten újra találkozunk.